Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Ebben a videómban a Delimano Fantázia néven elhíresült és forgalmazott multifőző edényként fogom nektek bemutatni. Ez az Optimo változat. Van benne egy olyan megoldás, hogy lassú főzés, párolás, sütés, gőzölés, rizsfőző, kásakészítő, joghurtkészítő, tehát nagyon sok mindent tud, de van ennek egy nagyobb testvére, ami egy kukta, egy elektromos, ilyen intelligens kukta, meg van neki egy kisebb testvére, ami ugyanolyan, mint ez, csak a programok száma egy kicsit, egyszerűen egy-két programmal kevesebb, meg hát ennek kisebb a térfogata. Jól tudom, az 2 literes, ez viszont 5 liter térfogatú. Nézzük először a dobozt. Hát, ugye szokásos kép. Oldalán szintén. A másik oldala. Itt ugye azon. Gőzölés, rizs, sütés. Stew, ugye az pörköltöt is jelent, meg különböző ilyen lassú főzött kajákat. Porridge, joghurt, tehát amit ugye ő tud, de hát ennél sokkal többet tud, csak ugye most mindent nem tehetik rá. Itt pedig a jó kis többnyelvű tájékoztatás. Most kinyitom a dobozt, és akkor meglátjuk, hogy mi van a dobozkában. Ezt még hozzá így. Így mi? Ó, de jó hangja van. Tudjátok? Alphaville. Forever Young. Na nézzük, gyerekek. Akkor először is van hozzá egy leírás. Egy manuál, ami leírja, hogy mik azok a funkciók, miket lehet vele csinálni, miket lehet vele nem csinálni. Egy-két dolgot leír, de majd el fogom magyarázni. Van benne egy hálózati tápkábel. Ott van az edényke, mint látjátok. Ezt így ki is veszem egybe. Így inni. A doboz pedig nem fontos, mert más nincs benne. Megnézzük kívülről a gyors főzőt. Hogy milyen. Van neki egy ilyen kezelő felülete. Van neki az oldalán egy ilyen párafogó, amit a fölnyitod a fedőt, mindjárt majd megmutatom, ugye oda gyűjti a párát, hogy nem folyjon végig az asztalon. A tetején van egy nyillás, amin a felesleges gőz távozik. Valamint van egy nyitógomb, amivel a fedelet lehet nyitni. És itt pedig van a hálózati tápcsatlakozó ajzat, amire rámé az előbbi kábel, az alja pedig ennyi. Ennek legalább megvannak a lábai, ez már egy... Ne. Ugye itt ez a kis matrica, ami rajta van, nem tudom mennyire látszik, nem sehogy. Ez itt figyelmeztet, hogy do not touch cover or obstruct this system, steam vent, hogy ne nyúlj hozzá, mert hát forró, meg hát a gőz kicsapódhat belőle. Na, tehát akkor menjünk végig még egyszer rajta, hogy legyen egy igazi kicsomagolás feelingje. Itt akkor ugye ezzel a gombbal, ezt lenyomva,
mert amúgy zárva van, ezt fel is tudod így emelni. Ezzel a gombot így lenyomod, és így nyílik ki. Ott van benne egy biztonsági szelep, gondolom, egy fedő, no meg egy gumitömítés. És akkor mindjárt meg is nézzük, hogy milyen tartozékok vannak a gépben még. Van hozzá egy ilyen pároló kosár, egy ilyen feltét, ami a zöldségeket lehet rátenni. Az embert, mit tudom, csinálsz rizst, vagy olyan párolt cuccokat, akkor ebbe a kosárba belerakod a zöldséget, belerakod a gombát, vagy amit éppen csinálsz, és elnézést, és akkor utána meg tudod benne párolni mondjuk a rizssel együtt, hanem akarod a rizssel összekeverni mondjuk a zöldséget. Vagy hogyha csinálsz, mit tudom, egy kását, és gyümölcsöt teszel bele, epret vagy bármit, olyan gyümölcsöt, akkor egy kicsit meggőzölöd, amíg a kása elkészül, és akkor sincs összekeverve vele. Ez arra van, mert ez ilyen pároló feltét. De húst is ugyanúgy lehet rátenni, vagy bármit. Van maga az edény, ugye ennek a belső része ez kivehetős. Adnak hozzá egy kis mércés edénykét. Kapsz hozzá két műanyag kanalat. Ki is bontom. Így halljátok, figyeljetek. Ilyen ASMR feeling. Na és ugye van hozzá ez a két kis kiszedő. Tök praktikus műanyag. Ezt itt meg is tudod támasztani. Itt van neki egy ilyen kis felülete. Le tudod támasztani. Úgyhogy ezzel meg tudsz ugye akár folyadékot is szedni. No! És akkor ugye itt van a főző edényben, ami természetesen kivehető. A főző edényben abban van egy skála, most így mutatom kívül, mert ez ilyen dombor nyomott. Hát tudjátok, van egy skála benne, tehát értelemszerűen az edényzet belsejében normálisan tudod olvasni, csak onnan nehezebben tudom megmutatni, mert nem látszik úgy. A másik felén pedig add rice, ugye ott van, hogy mennyi rizshez, hogy az egyik a rizsfőzés segíti, a másik pedig a másik főzés, ez egy teflon bevonatú betét, kívül, belül teflon, kézzel és mosogatógépben is mosogatható, tehát nincs vele probléma. Elvileg, hát aztán még kiderül, hogy milyen tartós lesz. Itt pedig maga az edényzet látható, van benne az alján ugye egy főzőlap, meg van egy hőérzékelő, ami azt is érzékeli, hogy az edény benne van-e, mert ha nincs benne az edényzet, vagy nincs úgy lezárva, akkor ugye nem indul el a főzési folyamat. Akkor gyakorlatilag ugye, hát ennyi az egész. A fedő, mint látjátok, ez fixen van rögzítve, ami annyiból jó, tehát ezt nem tudod levenni, legalábbis így, de annyiból jó, hogy legalább nem nincs az, hogy tudod, fölnyitod, és akkor nem tudod a fedőt hova rakni, mert hát nem áll meg sehol. Ezt legalább megoldották ilyen okosban, ez így ki van így küszöbölve, hogy meg lehet a fedőt itt támasztani benne. Így. Van az oldalán ez a gőzgyűjtő, páragyűjtő, épp az, amikor fölnyitod a fedőt, ezt így ki tudod belőle így pattintani, és akkor ezt ki tudod belőle így húzni. És ide összegyűlik a víz, ugye, amin ide lecsöpög a fedőről, ahogy fölnyitod, és akkor ezt így ki tudod innen önteni, ki tudod tisztítani. Semmi extra, és utána vissza lehet így pattintani helyére, így ennyi. Tehát ennyi az egész edényzet. Most van itt neki egy programozható felülete,
inkább így mutatom, hogy nem ver bele talán annyira a fény. Itt van fönt egy kijelző, és itt vannak a különböző programok hozzá. Tudod úgy is állítani, hogy 30 foktól 240 fokig, 10 fokos lépésenként, akkor az időt tudod állítani. Ezzel a kis szakács ikonnal, ez a saját, ez a te beállításod, és akkor össze tudod magadnak is állítani a programokat. Vannak benne fix programok, bele tudsz a hőmérsékletbe nyúlni, meg bele tudsz az időtartalomba nyúlni. Úgyhogy ez egy nagyon jó, és akkor odáig végzi a főzési műveletet. Különben a lassú főzés ennek, ami nagyon nagy erőssége. Érdemesebb kisebb hőfokon, mint 80 fokon főzni benne, vagy 70 fokon, de viszont tovább. Sokkal jobb lesz az étel, sokkal finomabb lesz az étel. Most úgy néz ki az egész dolog, hogy holnap, ma már ugye este van, már nem akarok vele foglalkozni, de holnap csinálok benne egy nagyon finom rizses lecsót kolbásszal, hagymával. Azt megpróbálom nektek felvenni, hogy milyen lesz benne az egész folyamat, és akkor azt viszont azt a videót meg majd holnap rakom föl valamikor, hát ha összejön meg, ha lesz rá időm, akkor megcsinálom. Szóval ez a Delimano Optimónak a kicsomagoló videója. Ennyi volt, gyerekek, ez a történet. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztetek. Tetszett, amit láttok, akkor osszátok meg a videókat, és légy szíves, iratkozzatok fel a csatornára, amíg nem tettétek meg. Jó, nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztetek. Sziasztok!